Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, kedves igazgatóasszony, nagykövet úr, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles napon, sajnos csak így a távolból, de úgy gondoltuk Toronyi Zsuzsával, hogy a múzeum új kiállításának a megnyitója megérdemel annyit, hogy a MASZSZ elnöke is néhány szóval köszöntse a megjelenteket és köszöntse magát az új kiállítást. Hemingway egyszer azt mondta, a világ legkülönlegesebb városa Velence. Míg egy normális városban az utcákon aszfalt van és azokon gépkocsik gördülnek, Velencében az utcákon víz van és hajók úsznak benne. Velencén a galambok lent vannak a parkokban és a szobrok fenn a háztetőkön. Minden fordítva van. És amiért ezt elmondtam, az azért, mert a zsidó múzeumban is, mintha fordítva történnének a dolgok. Egy normális múzeumot, amikor felújítanak, restaurálnak, akkor bezárják. Mi felújítjuk és restauráljuk a zsidó múzeumot, és megnyitunk egy új kiállítást. Amit bezárunk, az egy olyan kiállítás, amelyet néhány évtizeddel ezelőtt, talán 40 éve Miklós Imre államtitkár, az egyházügyi hivatal elnöke nyitott meg. Egy olyan kiállítást nyitott meg, ahol rengeteg gyönyörű judaisztikai tárgy volt látható, de ezeket a tárgyakat annak idején személytelenítették. Megfosztották a sorsuktól, és ezzel megfosztották magától a zsidó élettől is. Most egy új kiállítást nyitunk meg. Az új kiállítás a múzeum 100 éves évfordulójára nyílik meg, és szimbolikusan 100 tárgyon keresztül próbálja bemutatni a magyarországi zsidó életet. Azért mondom, hogy zsidó életet, mert itt nem csak tárgyakat látunk, hanem sorsokat, a tárgyak eredetét, a tárgyakhoz fűződő történelmet és történeteket. Úgy gondolom, ha ezt valaki végignézi, ha valaki elolvassa a tárgyakhoz kapcsolódó írásokat, akkor hiteles képet fog kapni a magyarországi zsidóságról és annak történelméről. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és egy eredményes programot minden szervezőnek. Köszönöm szépen!